Jöjjön akkor a legkedveltebb magyar disznó. Na természetesen nem állatról beszélünk, hanem kínai állatjegyről. Van ugyanis egy nagyon híres színészünk, aki Infém disznónapon született, és nagyon-nagyon ráillenek a disznójegynek az ismérvei. Nem árulom el, hogy ki ő, hanem találjátok ki, kommenteljétek nyugodtan majd a videó végén, hogy kire gondoltok, hogy ki lehet az, holnap pedig elárulom, hogy ki volt ő valójában. Szóval ez az ember, egy férfiről beszélünk, színészről beszélünk, és Jénfém disznónapon született, Jénföld kígyó hónapban, ha jól emlékszem a Jénföldre, és Jangföld patkány évben. Úgyhogy nagyon jó kis vegyes személyisége van, és ez mindenhol meg is mutatja, mert hogy nagyon jó színész, egyszerre tud komoly szerepeket is eljátszani, és nagyon jó komikus, sőt innen ismert leginkább. Az egyik leghíresebb komikus itt Magyarországon, és ez például abszolút benne van a disznóban. A disznó az nagyon szeret nevetni, és nagyon szeret nevettetni, nagyon szeret bohóckodni. Tehát a disznó jegyű emberek általában az osztályokban ők a bohócok. Ők lesznek az osztály bohócai. És ráadásul ez a híresség, ez nagyon szereti a bohócokat. Ezen kívül Jénfém disznónak megfelelően rettentően fontos számára a kinézet, a megjelenés, stílusos, elegáns, mindig szinte öltönyben van, nagyon-nagyon szereti a, ha klasszikus módon rendesen van fölöltözve, tehát ugye szépen néz ki. Amellett, hogy a disznó nagyon szeret nevettetni, van egy rettentően komoly oldala is, úgyhogy mindig azt szoktam mondani, hogy a disznókból nagyon jó színész lehet, egyébként nagyon sok színész disznójegyű, mert hogy bennük van az értelem, és bennük van az érzelem, és mind a kettőt tudják maszkatni és működtetni, akkor, amikor ők akarják. Ez megint csak erre az úriemberre is abszolút igaz. És az is, hogy benne van ez a kitartás is, ami, és még fokozódik a szórakoztatás egyébként a Jangföld patkánya, mert tehát a patkányt se kell félteni akkor, hogyha arról van szó, hogy mindenkinek jó napot csináljon. Úgyhogy ez is benne van. Ezen kívül ezek szerint, bár ezt nem lehet látni rajta, és nem lehet tudni róla, de van egy jó kis megérzése, tehát hogy nagyon jól működnek valószínűleg a megérzéséje a kígyójegy miatt. De a lényeg, hogy klasszikusan nagyon-nagyon jól hozza a Jénfém disznót, az abszolút szórakoztatót, az elegáns úriembert, aki azért van ott, hogy téged szórakoztasson. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ebből kitaláljátok-e, hogy kiről van szó. Még egy picit segítek, múlt évben kb. Ilyesmi tájban nagyon sokan aggódtunk miatta.